2002 az az első dátum, amikor még itt a tér első kísérlete megtörtént. Azóta némi kihagyással folyamatos. Bevonult a félegyháziak tudatába, egyre magasabb színvonalon, egyre érdekesebbek, egyre sokszínűbben, és én úgy gondolom, hogy a mai az igazából egy kicsit a humorosság, kicsit a vidámság. Kik ők, akiket elkövették? Mögöttem áll három olyan alkotó, aki egy igazi kis varázskertet varázsolt a miénk itt a térből, illetve a Petőfi szobor mögött lévő kis térből. Engedjék meg, hogy bemutassam a három alkotót. Bubu, Tímár, Éva, akinek a csodálatos kerámia valóit láthatjuk. Másik alkotónk Pócsik Olga, akinek a festményeit lehet látni a miénk itt a téren. És harmadik alkotónk pedig Kő Boldizsár, vagyis Kő Boldi, akinek a faszobrait lehet látni a téren.